Szeretettel köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit, ez itt a Visszapillantó, a rádió történelmi magazin műsora, amelyben ma a 16-17. Századi Magyarország humanista történetírásáról fogunk beszélni. Vendégünk Kassa Péter, a Szegedi Tudományegyetem klasszika, filológia és neolatin tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, az OSK Kulcsár Péter historiográfiai kutatócsoport vezetője, filológus. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. És nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Bevezetésként talán, mivel műsorunk azért alapvetően az érdeklődő laikusoknak is szól, röviden érdemes lenne arról beszélni, hogy egyáltalán mi az a humanizmus, mikortól kezdve jelenik meg, és milyen köze van egyáltalán a történetíráshoz? Ez azért nagyon jó kérdés, mert hogyha igazán megpróbálok kimerítően válaszolni, akkor biztos, hogy 3 adás időt elveszünk, de próbálok valami rövidített verziót ebben előhozni. Szóval a humanizmus, aminek nyilván nagyon sok meghatározása van, nagyon sok felől lehet ezt megközelíteni, az tulajdonképpen egy szellemi mozgalom. Ugye a reneszánsznak egy olyan jelenségét szokták leginkább humanizmusnak apostrofálni, vagy humanizmusként címkézni, ami lényegében egy ilyen intellektuális része a reneszánsznak. Tehát mondjuk az, hogy a reneszánsz hogyan alakítja a festészetet, vagy az építészetet, az nem része feltétlenül a humanizmusnak, tehát ez inkább az irodalommal összefüggésben lévő műfajoknak a gyűjtő neve lehet ilyen értelemben, és hogyha ezt korszakolni szeretnénk, akkor a teljesen hagyományos korszakolás ugye az, hogy az első komoly humanista, akit már ennek tekintünk, sőt a humanizmus egyfajta megalapítója vagy atya, az mindenképpen a Francesco Petrarca. Tehát az a 14. századi 1300-as években Itáliában vagyunk, ugye Petrarca 1304-től 1374-ig élt, és ez a 14. század, ugye az olaszoknál a Trecento, az 1300-as évek, ez ott tulajdonképpen a humanizmus, a reneszánsz és humanizmus kibontakozásának az első nagy időszaka. És hát ez persze Itáliában, ugye, ahol van Trecento, Quattrocento, Cinquecento, stb. Tehát ennek ezek az 1300-as, 400-as, 500-as évek, van tovább is, de ezek a klasszikusak, tehát ez a 3 évszázad, 14, 5, 6-dik. Ott ez az aranykora tulajdonképpen a reneszánsznak, és hát Európában ez azért nyilván Spéttel gyűrűzik be, vagy gyűrűzik tovább. Mondjuk Magyarországon erre szoktunk is büszkék lenni egyébként joggal, elég hamar, hiszen az első ilyen humanista törekvések, vagy humanista szerzők, tudósok megjelenése már a 15. század közepén a Zsigmond udvarában is kimutatható. Persze a nagy korszak az nyilván Hunyadi Mátyásnak az írája. Tehát az, hogy itt Budán egy olyan itáliai humanistákat is nagy szeretettel fogadó, patronáló, hatalmas könyvtárat, hogy a Bibliotheca Corviniánát építő fantasztikus kulturális centrum épül, ami a Mátyás nevéhez köthető, az egy nagyon korai fázis azért Európában, annak, hogy ilyen erősek a gyökerek. Tehát, hogy itt mondjuk Magyarországon a 15. század végétől van ennek egy nagyon látványos fölívelés. És akkor igazából hát az, hogy most hol ér véget, hogy honnan számítjuk ezt mondjuk a manierizmusnak, vagy aztán a baroknak, hát ez már egy abban már nem bennék belemenni, mert akkor itt a vonalkozó kollégák lefejeznek. Ugye a korszaknak a szövegei, ha a humanista szövegeket nézzük, akkor alapvetően latin nyelvű szövegek. Miben más ennek a korszaknak a latinsága, mint mondjuk a korábbi, gondolok itt akár a klasszikus latinságra, akár a középkornak a sokszor sajátos latinságára, hogy miben más ez a nyelv, ez a latin nyelv. Meg lehet ezt néhány pontban fogni egyáltalán? Vagy ez egy bonyolultabb jelenség? Bonyolultabb jelenség persze, de azért igyekszem pár pontban megfogni. Szóval, ahogy itt a beharangozóban elmondta, hogy Szegeden a klasszika filológia és neolatin tanszéknek vagyok én a tanszékvezető docense. Itt a lényeg nem az, hogy én az vagyok, hanem hogy a klasszika filológia és neolatin. És mindig azt szoktam mondani, hogy én az és neolatinhoz tartozom ebben a műfajban. Ezzel azért vagyunk nagyon büszkék erre a szegedi formációra, mert hogy igazából ez ilyen unikális az országban is, hogy van egy olyan tanszék, ahol a latinitásnak, a latin nyelvű irodalomnak a klasszikusan ókori területein és szerzőin túl, mi intézményes keretek között, tehát képzés formájában is, specializáció, MA képzés, stb. És a doktori képzés szinten is, ugye foglalkozunk és kínálunk a hallgatóknak ilyen lehetőséget.
kifejezetten a neolatin irodalomnak bizonyos szerzőivel. Az egy univerzum, tehát nem lehet mindennel foglalkozni, egy önálló világ gyakorlatilag, iszonyatos sok határterülettel, de hogy azért mi erre próbálunk egy ilyen alapokat adni a hallgatóknak. Szóval, hogy egyrészt ugye az, hogy van egy ilyen disziplina, hogy neolatin, a neolatin ez esetben ugye nem azt értjük, ezt fontos elmondani, hogy itt nem az új latin nyelvekről van szó. Szoktuk ugye ezt keverni, vagy szokták ezt néha keverni, hogy új latin nyelvek, mert nyilván más, tehát nem magyarul, hanem más nyelveken ez, hogy neolatin, meg new latin, meg mit tudom, hogy ezek a román nyelvek, vagy a romanisztika fed le, spanyol, francia, olasz, román, stb. Szóval a neolatin hangsúlyozottan nem a latin későbbi vulgáris, vagy vernakuláris leánynyelveivel foglalkozik, hanem azzal a latin nyelvű irodalommal, ami kifejezetten ez a reneszánsz humanista időszakhoz kötődik, vagy onnantól kezdve datálható. Ugye ez egy olyan hosszú, mondják, hogy latin egy holt nyelv, persze abban az értelemben nyilván holt, hogy ma, vagy már több száz éve senki nem beszéli, úgyhogy az anyukájától tanulta, de azért ez egy ilyen agyonverhetetlenül életerős nyelv, szóval irgalmatlan hosszú periódusai vannak, vagy hosszú élettörténete van a latin nyelvnek. A Wilfried Stroh professzornak van egy fantasztikusan jó könyve, a Meghalt a latin, én a latin, és a magyarul is le van fordítva, a Tipotex kiadó gondozta, és a Stroh ebben ugye ad egy ilyen elképesztő jó áttekintést a latinnak a nagyon szerény kezdeteiről, irodalmi értem, és tényleg elmegy egészen a 20. századi latin, de nagyon-nagyon szórakoztató stílusban. Kifejezetten, én szoktam ajánlani hallgatóinak is, hogy akkor így, aki lelkesedést akar szerezni, akkor igen, van ez a nyelvhoz. Na mindegy, tehát szóval túl ezen a helyzet, tehát hogy van egy nagyon hosszú életideje a latinnak, nagyon változatos szakaszai ennek a nyelvnek, és hát nyilván van az a korszak, ami alapvetően meghatározóan a mondjuk a római birodalom időszakhoz köthető, hogy a latin anyanyelvű korszaka, ez a klasszikus latinság időszaka. Aztán van az a korszak, hogy mondjuk középlatinnak hívunk, ugye ez a római birodalom utáni, kvázi a középkori, mondjuk így egyszerűen, hogy a középlatin az a középkori időszak latinsága. Tehát amikor már a senkinek nem az anyanyelve, de hogy alapvetően a kultúra, az egyház, a jog, a műveltség egy meghatározó nyelv, egy ilyen lingua franca, tehát hogy mindenki ezen beszél Európában, ezen tudják az emberek biztosan diplomácia nyelve, stb. És ennek a humanista korszaknak a terméke, vagy annak az időszaknak az irodalmát szoktuk, ugye már nem közép, hanem a neolatina filmre. Most a különbségek vagy hasonlóságok, vagy ez nyilván egyrészt, hogy van egy külön disziplina, az mutatja, hogy érdemes ezzel külön foglalkozni. Tehát vannak már differenciák, de azért azt mindig ezt szoktam mondani, azért persze ez ugyanaz a nyelv. De olyan szempontból mondjuk lexikailag is természetesen megragadható, hogy hát a nyelv ugye a világot írja le. Az a világ, amiben a rómaiak kitalálták a maguk nyelvét, vagy nem tudom, létrehozták, vagy kifejlődött és megizmosodott, hát az egy fajta világ. Most 1500 évvel később, a 16. század közepén is valaki latinul szeretne valamit elmondani, akkor az egy másik világ. Tehát neki arra is kell szóltálni, hogy az, hogy puska. És akkor mit tudom én, a pixis szó, ami kis dobozkát jelent, mert a puska az eredetileg mondjuk a puska az ugye ilyen kovás puska, amiben beletölti az ember egy ilyen kis dobozba a puskaport, és ott robban föl a kanóccal, és akkor az robban ki, tehát az a, hogy ez egy dobozka, és akkor pixisnek hívják a puskát, és pixidáriuszok a puskások, vagy az ilyen lövészek. Tehát, hogy vannak ezek a, de olyan, mint a kocsi, nem? Tehát, hogyha most azt mondom, hogy kocsival jöttem volna, akkor senki sem hinni az, hogy itt áll egy négy lovas hintó a kaszatanszék vezetőnek a szekere a hitrádió épület előtt, hanem hogy hát én autóval jöttem. Automobillal, ugye? De hát, hogy ki mondja azt, hogy automobil, hát ez egy olyan ásatlan kifejezés. A kocsi viszont, ami egy nagyon régi kocskösségből származó magyar kocsi típus elől, hát az egy jelentés átvitele, ma már az autót jelenti. Szóval ilyen értelemben vannak lexikailag is megragadható dolgok. De inkább azt tartom fontosnak, hogy egy kicsit olyan ez a mi neolatin, meg humanista latin korszakunk, hogy a latin az egy nagyon élő valami, élő, annak ellenére, hogy senki nem beszél már anyanyelvként, de hogy egy olyan nyelv, amit rengetegen, már ahhoz képest, hogy aki egyet megtanul olvasni, így szoktam ezt mondani, a középkorban az latinul tanul megolvasni. Tehát aki egyetlen addig eljut, hogy a túllép az, tehát az alfabetizáció világába, az már tud latinul valamennyire. Tehát ez a nyelv annak ellenére, hogy tulajdonképpen holt nyelv, továbbra is alakul, és nagyon erős
hatások érik a különböző népnyelvekből, alakul a szókincse, tehát egész egyszerűen még mindig változik, és ez bizonyos értelemben a humanisták úgy élik meg, hogy ez romlik. Azért romlik, mert egyre inkább eltorzul a klasszikus latintól. És amikor a humanisták azt mondják, hogy ez így nem jó, akkor hoznak egy olyan tulajdonképpen visszafordulatot. A reneszánsz ugye egy reneszánsz, egy újjászületés, újjá akarják szülni a latin nyelvet is, visszaállítani azokat a klasszikus sztenderdeket, de ez már az egy olyan magas nyelvi szint, hogy ezt már nagyon kevesen érik el. Tehát humanista latint beszélni, azon írni, azon a... Ugye, tehát mindenki, most itt ülünk ketten a stúdióban, mi mind magyar anyanyelvűek vagyunk, de nem gondoljuk azt, hogy úgy tudtunk magyarul, mint Eszterházy Péter tudott, nem? Tehát, hogy ez egy másik minőség. Ő is magyar volt, mi is tudunk írni, tehát, hogy mi is megcsinálod a különbség. Szóval ez a differencia, egy humanista latin, tehát egy nagyon-nagyon tudatos, rendkívül kiművelt, eruditus, óriási szókincsel bíró nyelvhasználatot feltételez. Igazából ennyi az, amit én inkább a korszakok szempontjából látnék különbséget. Majd mondok erre példát a szerzőknél is, amikor ez sokra jön ilyen historikusokra, hogy hol van ilyen jó különbség. Még ami egy ilyen általánosabb kérdés, ami eszembe jutott, hogy nem csak a nyelvbe lehet különbség, hanem a történelem szemléletbe is. Hogy az ókornak, meg a középkornak azért persze szerzőnként, de van egy általános történelem szemlélete, most a középkorból a legegyszerűbb az, hogy egy üdvtörténetbe vetett hit. A humanista történetírásnak van ilyen sajátos történelem felfogása vagy szemlélete, vagy a korábbi korszakokból azért erősen táplálkozik? Ez egy nagyon jó kérdés. Azért nehéz dolog ez, mert egyébként változik. Tehát nagyon érdekes a magyarországi. Egyszer meghívtak Pécsre, ott volt egy ilyen egyháztörténeti konferencia, mondjuk 7-8 éve. 16. századi főpapokról, meg ilyen egyházi rétegekről volt ez volt szó, és ugye nekem az volt, én arra kértek föl, hogy beszéljek a főpap történetírókról. A 16. században nagyon sok olyan humanista főpap van, akik aztán művelnek történetírást is. Veracsics Antal, Forgács Ferenc, Brodarics István, tudom, tehát, hogy ők a legnagyobb ilyen kaliberű, hát mondjam, akik tényleg püspökség viszik, de hát vannak, akik nem viszik, addig, de ők is írnak. És akkor az volt az érdekes, amikor ezt ugye erre a felkérésre kellett volna reagálni, hogy akkor most akkor nézzük meg, hogy egy főpap történetíró, egy katolikus főpap történetíró, hogy viszonyul a saját hite alapján, de közben humanista is, hogy most ez hogy érzékelhetődik, és az jött ki igazából, hogy ők valahogy egyáltalán nem reagálnak. Tehát ők nem úgy viselkednek, nem számít nekik elsődlegesen ez a keresztény mondjuk ideológia vagy világnézet, hogy ők humanistaként működnek. Tehát csak erősebb az a vonal, hogy humanisták. És humanistákra azt szokták mondani, ilyen szakirodalmi szinten, hogy nem ez az eszkatolikus ügyfőtörténeti megközelítési jellemző, hanem ez a fatum fortuna elv. Tehát, hogy a világot egy ilyen, a szerencse és a sors valamilyen sajátos vegyüléke és összjátéka irányítja. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen, mondjuk, hogy nem tudom, azt nem mondanám, hogy ateisztikus megközelítés, de hogy azért egy kicsit ilyen kevésbé antropomorfis teljességhez köthető valahogy. Persze ők Istennek látták a fortunát is, meg a sorsot, tehát hogy az is egyfajta istenség, de ezek volt. De nincs egy ilyen igazán, szóval nincs egy iskola. Van ez az ars historica, hogy a történetírás műfejének hogy hogyan kell történetet írni. Vannak erre viták a 16. században is, de ezek inkább maradnak iskolai keretek között, szóval nem lesz egy ilyen disziplináris sorvezető belőlük, hogy aki történelmet ír, az hogy fog írni. Szóval ez nem meghatározó szerintem. Most, hogy ilyen általános keretek között beszéltünk a korszakról, talán ráfordulhatunk kicsit konkrétabban a magyar részre, és hát akkor kezdjük is azzal, amire már utalt előre, hogy vannak-e kiemelhető szerzők, akik nagyon fontosak voltak a korszakból, és humanista történetírást folytattak? Abszolút. Azt szeretem azt mondani, vagy gyakran mondom, és akkor mondom, szeretem is, hogy a 16. század az a történetírás évszázada. A Petnezi Gábor kollégámmal, akinek a neve biztos el fog még máshol is hangzolni ebben a egy órában, ráadásul azt szoktuk mondani, hogy ez már az ellentétes
narratívák korszaka, tehát ilyen a versengő narratívák korszaka igazából. Tehát, hogy nagyon ez azért alakul ki, mert a történetírás az alapvetően egy nagyon erősen politikus műfaj. Tehát, hogy a középkori, mondjuk marad a magyar példánál tényleg, tehát magyarországi viszonyoknál. A középkori magyar történetírásban, amit tudunk, az az, hogy létezik nekünk egy nagyon, nagyon masszív krónikás hagyományunk, amiből nem tudunk konkrét korai példákat, tehát nem maradnak meg így önálló művek, az eszem kézait, mert az Anonymus leszámítva, hogy akik egy ilyen külön kategóriát képviselnek. De az a király krónika, amit az Árpádoktól kezdve vezetnek, az Árpádok hajnalától kezdve Ősgeszt, stb., azok mindig beépnek a következőbe, és a végén a 14. században jön az a krónika kompozíció, amit most mondjuk képes krónikaként szoktuk ismerni. A képes krónika az egy konkrét kézirat, de annak az egyik változata, annak a krónika hagyománynak. Az egy középkori modell, és akkor az udvarhoz kötődik. Tehát a mindenkori udvarban írják ezeket udvari egyházi figurák, káplánok, mindenféle jegyzők, akik minden esetben egyházi emberek. De ez a magyar királyok krónika, tehát nyilván nagyon erős a központi, az udvari szemlélet ennek. És ennek a betetőzése az a 16. század végén, ugye még a Mátyás íra utolsó időszaka, ugye az első magyar nyomtatott könyvek pont most az 550 éves évfordulója, az OSK-ban ki is adták ezt az egészen fantasztikus reprintjét a budai krónikának. Ugye Hesz András 1473-ban megjelenteti a magyarok krónikáját, ez az a budai krónika, ami egy bizonyos kéziratra alapozott verziója ennek a középkori krónikás hagyománynak. Ez az első magyar nyomtatott könyv, pont 550 évvel ezelőtt, és ez azért rendkívül jelentős, ezt Farkas Gábor nekem a szobatársam az OSK-ban, és ő volt ennek a Spiritus Rector ennek a kiadásnak. És hát a Gábor ezt több alkalom elmondta, de nyilván ez a szakirodalomból is egy tétel, hogy tök unikális az, hogy egy adott ország első nyomtatott mű, az nem mondjuk egy biblia, vagy egy katekizmus, vagy szóval valamilyen vallásos irat, hanem az adott nép történelme, tehát egy történelmkönyv. Tehát, hogy a Hesz az első, de ugye ez a krónikás hagyománynak a befejezése, és utána ott a Mátyás utolsó éveiben jelenik meg a Turóczi krónika, ami a nagy összegzése tényleg a középkori krónikás tradíciónak, még egy ilyen alapvetően középkorias nyelvezettel is, és aztán rögtön utána megkapja az első komoly itáliai humanista Pietro Ranzano, vagy Petrus Ranzanus a megbízást, hogy ezt dolgozza át, egy kicsit írja át, hát modernebbre, hát stilisztikailag elegánsabbra, ez lesz majd a humanista verziója ennek a sztorinak, hogy azt mondja, nem mondja ki a Turóczi nevét soha Ranzanus, vagy nem írja le, mondja, hogy kapott valami könyvet, és hát nem olyan elegáns módon volt megírva, hogy a magyar történelem azt megkíván. És akkor ő ezt most egy kicsit átdolgozza. És rövidített, ez egy epitóma, egy ilyen kivonat, de hogy egy emelt humanista részt. És aztán jön a Bonfini, aki szintén Mátyás megbízásából kezdje el megírni azt a gigantikus művet, amiatt ugye embert lehet felölni az 1000 oldal a Kutcher Péter fantasztikus fordításában, ami a 90-es évekre készült el. És a Bófini az, aki megírja a teljes magyar történelmet, az egész koncepciót a hun hagyománytól kezdődően, tehát egy nagyon erős őstörténettől egészen a saját koráig, 1497-ig viszi, tehát Mátyás hala után is, hogy a Jagelló Lászlónak marad az udvari történetírója. Ez a Bófini jelentősége elvitathatatlan, tehát a Bófini alapján használják, vagy ismerik a Magyarország középkori történelmét, tulajdonképpen a 18. századi nagy szaktörténészek felbukkanásai, jezsuiták, Bél Mátyásig ezek a... De hát igazából a 19. századig, ezt nekem elkezdik magyarul megírni, addig a Bonfin az egy meghatározó figura. De most azt akarom csak mondani, hogy ezek nagyon nagy jelentőségű lépések, tehát itt egy középkori hagyomány kifut, és egy humanista hagyomány elkezdődik. Ezek a figurák, Turóczi, Ranzanus, Bonfini, a múltról írnak. Tehát megírják a magyar nép történetét a kezdetektől a saját korukig. És ezek mondjuk hárman vannak. És a Mátyás aranykorában vagyunk. De most, hogy mekkora búmja van ennek az egész történetírásnak a 16. században, hogy miért van ez, hogy ez a történetes százada, ha csak a leges, legfontosabb szerzőket sorolom, tehát meg se próbálok egy teljes listát adni, mert megint csak szűk az adásidő,
akkor azt lehet mondani, hogy Mohács után, 1526-tól kezdve, ott van egy lók, hogy Bófini és Mohács között nem nincs. De nincs miért, tehát hogy az egy, mi a jogelló korszakot hagyományosan szoktuk úgy kezelni, vagy úgy látni, iskolában is úgy tanítják, itt romlás, tehát az egy kulta és virágzási időszak az országban. Tulajdonképpen béke van, nyugi van, ez egy erős ország, hát gyöngül, ez látszik Mohácsnál össze is omlik, de hogy hát úgy magasról nézve is még megvolna. És írni akkor szokás, amikor baj van, hogy hol rontottuk el, tehát a történet mindig erre keresem. És Mohács után van mit keresni. És akkor Brodarics István, Verancsics, Szerémi György, Gianmichele Brutto, Forgács Ferenc, Zermeg János, Szamos Közi István, akkor mondok Habsburg udvari történetet, Kaspar Ursinus Verius, Wolfgang Glázius, Zsámboki János, és aztán akkor 17. Baranyai Decsi János, Somogyi Ambrus, nem tudom, Isnáfi Miklós. Szóval, hogy így, tehát hogy tizen, most azt hiszem több mint tizet mondtam, és hogy ez 70-80 év alatt. Egy háborús, szétszakadt országban. Tehát, hogy igazából azért is probléma, azért válik a történetírás egy meghatározó prózai műfajjá a 16. században, mert nyilván valami választ kell találni arra, hogy az ország egy kataklizmát él meg. Mohácsnál egy hatalmas vereség, az hagyján, de ugye aztán az ország szíve nem csak Buda, mert Buda is török kézre kerül, hanem hogy minden, tehát gondoljunk bele, hogy Buda a főváros, a közigazgatási központ, de török kézre kerül 43-ban Székesfehérvár, a koronázó város, a kultikus hely, Esztergom az a vallási élet központja. Tehát az ország tényleg klasszikusan szíve, a médium regni, az kiszakad az országból, és az ország ugye három része hullik szét. Ez egy olyan, mindenki keresi a legitimációs lehetőségeket, és mindenki választ próbál adni, mindenki ebben az időszakban kortörténetet ír. Tehát nem írnak már Árpád-kori történelmet, hanem Mátyás uralkodás halálától a saját korukig megpróbálják megírni ezt az időszak történetét. Óriási, óriási produktivitás, elképesztő mennyiségű szöveganyag jön létre. És ha már itt szó volt ezekről a kataklizmákról, amik a korszak Magyarországát érték, ezek megjelennek a művek hangnemében? Tehát van egyfajta reménytelenség, kilátástalanság, vagy azért van egyfajta reménykedés is, hogy ha megtaláljuk az okot, akkor sikerülhet jobb útra terelni az országot? Hogy mi határozza meg a műveknek a világlátását, ha lehet így fogalmazni? Érdekes, hogy a 16. század egy kicsit mindenképp, ugye azt szokták mondani, hogy az a legmagyarabb század, így szokták ezt címkézni, a 17. meg a magyar romlásnak százada, ugye. De hogy ez úgy van, hogy itt a 16. században egy olyan generáció szembesül a szétesettséggel, amelyiknek még nem ez az alapélménye. Tehát egy korábbi, mondjuk az egységes országot megtapasztalta. Vagy felnőtt fejjel is, tehát egy Brodarics István, aki megírja a Mohácsi csata történetét, a Brodarics 1480 körül született. Az életének nagy részét 1539-ben hal meg, tehát ő 13 évet élt a post-Mohács korszakban, az addig életének nagy részét meg nem abban élte. És ez sokakra érvényes, hogy ott a 15. század, 16. század első mondjuk feléig. Aztán létezik egy olyan generáció, aki nem feltétlenül születik, tehát még egy Forgács Ferenc, hanem beleszületik a széthullottság időszakába, de hát egy olyan családi tradícióval van nő föl, ahol még mindenki emlékszik, hogy ez egy egységes ország volt. És ez a remény, hogy ezt újra össze lehet fércelni, ez a 16. század vég ott van. Tehát tulajdonképpen, amikor a Petezi Gáborral megalkottuk ezt a versenyi narratívákhoz, akkor azt kell látni, hogy a produktivitás mögött nem csak az áll, hogy válaszot keresünk, hanem hogy ugye különböző országrészek vannak, és megpróbálják a különböző ország, leginkább ugye a keleti, mondjuk a szapolyai országrész, később ugye az erdélyfegylemségi lényegül át, meg a Habsburgok által uralt magyar királyságnak a maradék része. Ők ugye magyar királyok, majd a Habsburgok, tehát hogy magyar királyként is működnek, szóval egész egyszerűen megpróbálják a megideologizálni, hogy kinek a vezetésével lehetne az egyesítést megoldani. Tehát mindenképpen egyesítésre törekszenek, de a váradi béke egyesítésre törekszik, a Speyer egyezménynek van egyesítési záradéka. Tehát fontos egyesítési kísérletek vannak politikai, meg én nem mondom, eszmei oldalon is. És ez szerintem nagyon meghatározó. A 16. századi történetírás azért próbál működni, hogy bebizonyítsa, hogy kinek van
igazából legitimitáson megvalósít ezt az új egységet. A legjobb példa tényleg a Giambichile Brutto, ez a fantasztikus olasz történetíró, vagy itáliai, aki ide keveredik a 16. század utolsó harmadában, 1570-es évek elején érkezik Erdélybe, igazából Báthory István udvarába, tehát erdélyi megbízásból dolgozik, megírja a magyar történelmnek ezt az erdélyi szemléletű áttekintését Mátyástól. Hát, majd erről még talán beszélünk, úgy tűnt sokáig, hogy Báthory haláláig, de nem addig, vagy nincs kész addig. És aztán átáll a Habsburg oldalra, és akkor ír egy olyan verziót, ami ez finomítja ezeket a téziseket, és ő például nagyon hisz abban, egy olyan előszót ír ez a mű elé, most egy nagyon frissen került elő, amiben azt látszik vélemezni, hogy ő meg tud írni egy olyan szintetikus munkát, amiben összetudja egyeztetni a két országrész törekvéseit. Ez nem sikerül neki, tehát nem adják ki a szöveget, tehát nem hiszi el neki senki, hogy ő ezt egy pártatlanul megvalósította. De van egy. A 17. század viszont a 15 éves háború az egy olyan vonal, tehát olyan erős a irgalmatlan pusztítás éri ezt az országot, vagy azt az országot, hólyás az anyag és az emberveszteség, és utána nagyon világosan ketté válik az, hogy nem is feltétlen keresik. Úgy tűnik, tehát elindulnak ilyen széttartó folyamatok. Tehát mondjuk a Szamosközi ír egy folytatást, Erdély történetíró a Szamosközi István, ír egy folytatást a Brutushoz, Rerum Hungaricarum Libri, tehát Magyar Történelem könyvei cím, 4 könyv. És a következő művei, amiket már ír, azok a Hebdomadész, meg a Pentadész, azok Erdély történetek. Tehát elkezd Erdély történetben gondolkozni, hogy akkor ezeket a magyarokat hagyjuk, mi erdélyek vagyunk. Tehát ez nagyon, tehát úgy tetszik, akkor megindul egy ilyen szellemileg és egy ilyen széttartás, egy ilyen elválás. Ezt később lehetne nevezni transzhumanizmusnak mondjuk odaát, de hogy... Ha lehet, akkor talán meg lehetne ezt az egész korszakot, annak a történetírását fogni egy esettanulmányszerű valamiben. Én arra gondoltam, hogy ugye ön vezetője volt annak a projektnek, ami a Buda 1540-1542 közötti ostromainak a forrásait összegyűjtötte, és ki is adta egy nagy kötetben. Ha ezt az eseménysort nézzük, mint egyfajta esettanulmány, akkor ez milyen módon, milyen különféle narratívákkal, ahogy volt szó itt a versengő narratívákról, ez hogy jelenik meg a különféle munkákban, mert talán így egy picit gyakorlatba lehet helyezni azt, amit eddig elméletben átbeszéltünk a korszak történetíróiról és történetírásáról. A Buda azért egy nagyon érdekes történet, mert én elkezdtem foglalkozni egy osztrák származású történetíróval, Wolfgang Lazius-szal, aki a maga korában egy elképesztően fontos európai ismertségű figura volt, majd nagyjából elfejtették, nem csak mi az osztrákok is. És ilyen igazi polihisztor volt a Lazius, numizmatikával foglalkozott, feliratokat gyűjtött, egyébként orvos volt eredetileg, Bécsi volt a tiszti főorvosa, a Ferdinánd királynak, később császárnak a személyes orvosa, tehát a házi orvosa. Nem tudjuk, hogy mennyi volt jóos a Lazius, de mindig azt gondolom, hogy ha a császár választja a személyes orvosa, és nem csapja el, mert hogy 20 évig az orvosa, akkor annyira nem lehet annyira rossz orvos. De egy dékánja az orvoskarnak Bécsben, tehát kétszer rektor, egy ilyen nagyon nagy kaliberű figura, de a szenvedély az a történetírás volt. Irgalmatlan sokat írt, németül is, latinul is, mindenféle. És neki van egy olyan kézilabban maradt nagy munkája, aminek egy része kifejezetten magyarországi eseményekkel foglalkozik, és ezzel kezdtem el foglalkozni, ezt én sajtóval kiadom, most ez még folyamatban van, átírom, kommentálni kell, stb. És ennek egy nagyon markáns része volt, egy 4 könyvi anyag, ami a budai eseményeket. De Lazius itt volt katonaorvos 1541-ben, tehát ő személyesen megélte azt a kudarcot, amikor a Wilhelm von Roggendorf, vagy Wilhelm Freiherzog Roggendorfnak a vezette sereg, az nem tudja elfoglalni. A szapolyaiak által védett, vagy a szapolyai örökösök, vagy hívek által védett budai várat, és aztán török útja ki énekli a sajtot a két vitatkozó fél szájából, ez ugye a híres 1540 és augusztus 29. De itt a... És akkor én elkezdtem megpróbálni forrásokat keresni, kontrollforrásokat a Lazius-hoz, és arra két dologra figyeltem fel. Az egyik az, hogy nagyon sok van. Tehát, hogy ez az 1541 ugyan a filmből, hogy
Buda elesik 1541. augusztus 29. Egri csillagok, a török bevonó csel. Ezt mindenki tudja, mert mindenki olvasta az egri csillagokat. Aki nem, az most kezdje el olvasni. Szóval, hogy és elmúlt mondjuk, nem tudom, 10 éves. Tehát, hogy ez a Buda, ez a török hadicsel van meg. De ezt el szokta fedni a fejünkben azt, hogy itt ez nem egy hadicsel, az persze van, de ez egy ilyen 3 éves ostrom sorozat. 1540-től 42 őszig folyamatosan a harcok dúlnak a fővárosok, ugye Buda és Pest birtoklásáért. És hogy ennek hatalmas irodalma lett. Szóval ez óriási port kavarta a korabeli Európában is. Tehát itt azért elesett egy olyan főváros, a latin kereszténység egyetlen fővárosa, ami elesik törökkéz. És ilyen más nincs. Egy európai középhatalom fővárosa kerül oszmán kézre. Olyan középhatalom fővárosa, Buda, ami egy közép-európai kultúrcentrum volt. Minden tisztességes cseh, lengyel, osztrák humoristának voltak magyarországi kapcsolatai. Ugye ez egy perszónium is létezett az ország jogellók miatt sok. Tehát, hogy nagyon sok embernek van érintettsége ebben, személyesen is, hogy ez, vagy vannak barátai, és akkor ez úgy rezonálnak. Tehát, ha lesz van a Facebook, akkor szerintem kiírják, hogy Zsöszöi Buda, vagy nem tudom én. Tehát, hogy létezik egy, tehát, hogy amikor Buda elesik. És hogy változtass meg a profilképedet. És hogy de ugyanez, hogy igazából és akkor mindenféle van, tehát hogy beszámolók, síratóénekek, de Dubrovniktól tényleg Krakói, szóval hogy az egész Közép-Európa megmozdul, a Német Birodalom nyilván. Ez az egyik, tehát sok van, hogy sokkal nagyobb rezonanciája van Budaestnek, mint a Mohácsnak. Mohács ez egy magyar történet, tehát hogy meghal a király, az nem... De úgy nem történik nagyon semmi. Hát a török hazamegy. De Buda után nem megy haza. 200 kilométerre kerül a török front a Bécstől. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon megváltoztatja a térérzetet. És ezek nincsenek kiadva. Tehát nem lehet magyarul ezeket hol olvasni. Idegen nyelvet, tehát latinul, németül, horvátul sem feltétlenül könnyű, de hogy úgy az, hogy meg nincsenek összeszedve. És akkor ebből lett ez a dolog. És az látszik, tehát, hogy igazából aki abban az időszakban az volt a koncepciók a kötetnek, hogy 1548-nál későbbi forrás most nincs benne. Nem azért, mert nincs későbbi forrás, hanem nem akartam belevenni azokat, mert akkor két kötet lett volna, akik későbbi íróként, tehát mondjuk 30 év távlatából visszatekintve, nagy narratív, Istvánfi, Brutus, akik nagy narratívekból néznek vissza. Csak azokra figyeltünk ebben a munkacsapatban, olyan szövegekre, amelyek ténylegesen vagy szemtanútó, vagy közelkortársat, ott egy-két éven belül, tehát kvázi azon lehet reakciók. És hát nagyon sok van. Olyan szempontból, tehát arra nagyon jó esettanulmány a Buda, hogy mennyire foglalkoztatta a korabeli közvéleményt, hangsúlyozom, nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában, egy magyarországi esemény. Tehát Magyarország egy nagyon fontos frontországa lett akkor ennek a hatalmas összecsapásnak, ami egy ilyen a keresztény Európa és az érkező ugye, iszlám között zajlik. Tehát ez egy frontvonal, ez egyszerűen bekerül a napi sajtóba tulajdonképpen. De pont emiatt, hogy itt nagyon világos a frontvonal, itt nem ezek a versengő dolgok érvényesek. Tehát itt mindenki egy oldalon áll. Tehát itt mindenki, aki, nyilván ha az oszmán forrás nézzük, akkor az nem, de hogy aki a keresztény oldalról közelít, az most tessék mindegy, hogy persze az a vita, hogy most akkor ki rontotta el, hogy a Ferdinándéknak nem kellett volna ráncigálni az oszmán oroszlán bajszát, és hagyni békén Budát, vagy a szapolyi híveknek át kellett volna, ez egy örök vita. Tehát, hogy hogyan lehetett az meg. Tehát ebből mindig van vita, de szerintem a versengő narratívák még nem ezen a szinten van, utána sokkal inkább érvényesül ez a második felében a században. Tudható, hogy ön több szerzővel is foglalkozik, párhuzamosan kollégáival együtt több projekt keretében, és ezek által rálátásunk lehet a most futó kutatásokra, ami szerintem szintén izgalmas lehet, hogy milyen kutatások vannak jelenleg, milyen szerzőkkel foglalkozik a kutatás nagyon aktívan manapság. Hát az a helyzet, hogy amikor én sokkal fiatalabb voltam, akkor az ember meg kell határozni a magát, és
Én Brodarics Istvánnal kezdtem foglalkozni, amúgy a szakdolgozatomban, azt írtam egy disszertációt, beülek, levelezés kérdezik. Brodarics volt a központi figura. És a Brodarics miután történetet is írt, hát írt, megírta a Mohácsi csata történetét unikális módon. Képzeljük el, hogy a Mohácsi csatát, hogy ez egy halmaz, ahol sok ember ott van, mondjuk magyar oldalról, vagy keresztény oldalról, vagy kb. 40 ezer a lovász fiúkkal együtt. Ez egy nagy halmaz, most akkor azt, van egy kisebb halmaz, akik ott voltak a csatában, túl is élték, ez már egy szemadatos kisebb halmaz, mint a 40 ezer, és van egy nagyon kicsi halmaz, azoknak a halmaz, akik ott voltak, túlélték és megírták. Ez olyan pici, ez csak a Brodarics. Tehát ez egy unikális figura. És akkor én azt gondoltam, hogy én, vagy azt mondtam akkor, hogy én foglalkozok humorista történetírással, de ez nem volt igaz, én akkor a Brodaricssal foglalkoztam. Még nem általam foglalkoztam humorista történetírással. Aztán ez később így föl szaporodtak ezek az egyéb szerzők. Amit én nagyon fontosnak tartok kiemelni, a szintén a beharangozóban említett Kulcsár Péter kutatócsoportnak a léte meg a létrejöttnek a körülményei, hogy ez micsoda és hogy miért van erre szükség. Az igazi nagy lökést, hogy lett egy ilyen kutatócsoport, és hogy ez most így működik, az tulajdonképpen az a felfedezés adta, amit a Petnázi Gábor barátommal és kollégámmal jegyzünk. A Gábor egyszer az a hívott föl engem, hogy ő egy trentói érseki könyvtárban, katalógus szinten úgy tűnik, hogy megtalálta a Gianmichele Bruto töredékesen fönnmaradt szövegének egy teljes változatát. Én ezt nem nagyon hittem, tehát valami vizsgán ültem, ilyen Covid volt, ugye, valami online vizsgán ültem, akkor ezt gyorsan lekavartam a dolgot, és utána felhívtam a Gábort, vagy itt egy SMS-t, és felhívtam a Gábort, hogy mi van? Tehát, hogy... És akkor futott még ez a Buda projekt, akkor abból a Buda projektből gyorsan megszerveztünk egy ilyen trentói utat, vagy egy nagyon barátom, akkor Rómába dolgozott a követségem, megkezdtem, hogy el lehet-e menni. Mondta, hogy igen, most pont van időablak, szóval elmentünk, és ott volt, ki volt készítve két baziméretű kötet, ilyen ezer, tehát ez egy 2000 oldalas anyag, két hatalmas fólió kötet volt. És tényleg, a Gianmichele, ugye azt tudtuk a Gianmichele Brutóról, hogy már elhozott a Brutus, hogy Báthori megbízásából elkezdte írni a magyar történelmet. Ebből, ami fönnmaradt, amit kiadtak a 19. században, az 1552-ig tart, kb. 12-13 könyv. A 20-ból. Tudtuk, hogy 20-at írt. És pont a kortörténeti rész veszett oda. És mindenki ezt, tehát hogy ez egy... És ez csak az van, hogy ott van Trentóban egy olyan példány. Nem, hogy Trentóban egy példány, hanem ez egy olyan példány, egy gyönyörű tisztázat, Brutus saját kezű megjegyzéseivel. Tehát egy nem autográf, de autorizált szöveg. Elképesztően fontos filológiailag ennek a súlya. A kötet önmagában is súlyos, ugye ez a két vaskos valami. És hát és innen tudjuk, hogy nem fejezte be, úgy tűnik ezt a szöveget, mert 1566-tal így megszakadt, tehát sor oldal közepén, sor közepén mondta, tehát hogy valahogy elfogyott a szöveg. Na és az a lényeg, hogy a Brutus volt az, a Gábor ott a trentói éjszakában elkezdtük tervezni, hogy ezt hogy lehet. Tehát ez akkora meló, a Brutus, önmagában is hatalmas meló, de az nagyon korán világossá vált, hogy a Brutust elkezdtük egy kicsit így feldolgozni, hogy egyáltalán milyen kézirat, milyen sorrendben jön, hogy a Brutus olyan, mint egy prizma. Tehát azt mutatta meg a Brutus, hogy van egy ilyen történetírói halmaz a 16. században, és olyan volt, mintha egy ilyen vasreszelék közepébe beteszünk egy mágnest, hogy egyszerűen rendezi a vasreszeléket, tehát rendezi az összes tők. A Brutus az az író, aki megérkezik Itáliából Magyarország, egy nagyon tudatos, nagyon felkészült profi humanista, és gyakorlatilag, ami addig az 1570-es évekig Magyarországon a 16. század történelmével kapcsolatban elérhető volt, azt ő felhasználja, beépíti, átgyúrja. Tehát igazából az elődöket ő magába olvasztja. Tehát van egy ilyen begyűjtő funkciója, és utána olyan, ugye ez a szöveg nem ad, ez kéziratban marad. A Brutus meghal 1592-ben, ott marad ez a hatalmas örökség kéziratban, és mindenki megpróbál ezt viszonyulni a Brutushoz. A Szamosközi folytatást ír, megpróbálják kiadni. Az Istvánfi ennek nyomán, hogy a Brutus szembesül a Brutus szövegével, Erdélyben, mint császári biztos, megírja a maga históriáját, ami egy másik
narratíva egy kicsit azért, tehát egy katolikus narratíva, egy magyarországi nézőpont. De az István film megírja azt a hatalmas művet, ami aztán az egyetlen, ami megjelenik a korszakban, nyomtatásban is. Tehát, hogy mindenki valahogy a Brutust vagy folytatni akarja, vagy továbbírni akarja, az ugyanaz. Szóval folytatja, vagy vitatkozik vele, vagy a hatása alá kerül, vagy... Tehát ő egész egyszerűen az lát világosság, hogy ez a 16. századi történeti írás, ez igazából hálózatban rendezhető. Ha viszont hálózatban rendezhető, akkor a Barabási Albert László hogy örülne ennek, hogy ez is hálózatban rendezhető. Szóval, hogy ha ez hálózatban rendezhető, akkor nem szabad vele ilyen elszigetelten foglalkozni egy-egy szerzővel. És most megvan az a kegyelmi pillanat, úgy tűnik most itt egy ilyen ember, tehát személyállomány szempontjából, úgy fogalmazok, hogy egész egyszerűen vannak olyan kutatók ma Magyarországon, akik, ez kell latinul tudni, mert ezek latin szövegek, kell, hogy legyen az embernek egy ilyen affinitása ezek iránt, a szövegek iránt, történeti és filológiai érdeklődés. És az volt a terv, hogy csatornázzuk össze ezeket a kutatókat, aki Verancsicsal, Istvánfival, Brodaricsal, Láziusszal, Brutusszal, nem tudom, ékkel foglalkozik. Van nekünk doktoriskolánk Szegeden, akkor hozzunk be doktoranduszokat, akik ilyen témákban írnak, tehát legyen egy ilyen csapat. Mert hogy ezt egyedül nem lehet megcsinálni. Ez egy csapatban sem két év, tehát ez egy ilyen, én úgy, és nem azért, mert most így, tehát, hogy szeretném a fizetésemet a semmiért fölvenni, de hogy én úgy el tudom képzelni, hogy nekem ez úgy kitart a nyugdíjig, hogy én ezt csinálom. Tehát, és az még nem holnap lesz, de hogy ez úgy, az úgy megvan nekem a perspektívámban, és a többieknek is szerintem. Tehát, hogy a Kucser Péter kutatócsoport az OSK fölkarolt, és aztán az STE-vel összehoztunk egy ilyen konzorciumot a Szegedi Egyetemmel, az tulajdonképpen azt csinálja most, hogy megpróbálja csatornázni ezeket a kutatásokat, azért, hogy egy-egy szerző úgy legyen kiadva olyan standardek mentén, amiket a 21. század megkíván, jó kritikai kiadás, jó fordítás, megfelelő kommentek, és aztán ezek a kutatások, ezek ilyen szinergiában össze is adódjanak. Tehát azt lehet sem mondani, hogy ki tudjuk nagyon kézenfekvően aknázni egymásnak a tudását, és ilyen módon egy sokkal magasabb szinten hozzányúlni a korszak történetírásához. És az a helyzet, hogy van egy csomó adósságunk ilyen szempontból. Tehát a 19. században nagyon sok szöveget megjelentettek Magyarországon, tehát azt lehet mondani, hogy majd, hogy nem így a magyarországi fontos történetírók azok egy olvasatban latinul legalább elérhetők. De az, hogy latinul elérhető, az persze ma már önmagában nem elég. De az, hogy érhető el latinul, tehát hogy van az jegyzetelve, van az kereshetővé téve, föl van az dolgozva, nincs. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon sok a tudományos része is. És tényleg az szerintem elengedhetetlen, hogy az a felelősség, hogy ma nekünk ezeket a szövegeket muszáj közérthetővé tenni, ez le kell fordítani. De lefordítani csak akkor lehet egy szöveget jól, ez alaposan megrágtuk az eredetit, hogy ne valami fals, féligértett szövegből készüljön egy fordítás. Ezek a szövegek néha azért komplikáltak. És most tulajdonképpen fut projekt ilyen, ami nagyon konkrétan fut, tehát a Kucser Péter Históriai Kutatócsoport az egy ilyen kicsit futurisztikus elképzelés, abban, hogy mi mindent szeretnénk ebben megcsinálni. De hogy meg is kell csinálni konkrétumokat, és az egyik nagyon fontos, már létező válasz, amire egy OTKA projektet is tudtunk alapítani, ez az OSK-ba telepített, a Szebelédi Zsolt nevű fiatal kollégám pályázatot. Én vagyok a senior kutató, ez nagyon öregíti az embert, hogy senior kutató, de ez vagyok, én vagyok a senior kutató, ezt be kell látni, és ez a Szerémi művénnek a kiadására beadott és nyert OTKA pályázat. És az érdekes ebben, hogy a Szerémi az egy elképesztően különös figurája ennek a 16. századi univerzumnak. Nagyon későn fedezik föl, a 19. század közepén a Gévai Antal találja meg egy szem kéziratát Bécsben. Ugye ő egy ilyen elképesztő sztorikat mond, tehát egy ilyen, nálam mindenki meghal, előszakos halállal, tehát nem tudom, Mátyást megölik, a 5. lázot vízbe folytják, szóval hihetetlen sztori vannak, egy ilyen fekete krónika,
Tehát mondjuk Shakespeare, hogyha ismerte volna a Szerémit, akkor simán lehetett volna Shakespeare drámákat írni a Szerémi nyomán a magyar királyok történetéről. Nem feltétlenül igazak ezek a történetek, de rendkívül sokat elmondanak a korszak mondjuk közgondolkodásának, vagy egyszerű gondolkodásának. De a Szerémit közismerten megbízhatatlannak tartják. És hogy az a helyzet, hogy sokszor csak abból fakad a megbízhatatlanság képzete, hogy nagyon specifikus, nagyon nem egy jó latin ez. Mondjuk azt, hogy ez egy rossz latin. Tehát egy nehezen érthető sok. De amikor a Buda rész kapcsán, a Budában már benne volt a Buda kötetben a Szerémnek azok a részei, amik, mert ugye ő szemtanú volt sok esetben Buda, volt ostromikor. És nagyon világos sem, hogy ha közelről nézzük és megfelelő forrásról ütköztetjük, akkor egy csomó dolgot tulajdonképpen javára lehet írni. Tehát, hogy jól mondja ő azt, úgy van, még ha meredeken is hangzik. Vagy azért van rosszul, mert hogy rosszul van, egyszer rosszul értették a szöveget, az eleink. Tehát, hogy két fordítás is készült egymásra épülve, az Erdély László, egy panohalmi bencés írta, készített az első fordítás, mert Szegeden, már amikor ott egyetemi oktató volt, és a Juhász László, aki később ezt átdolgozta, most mi ezeket a vállán állva, tehát nem ők az elképesztő melót tettek bele, mi most igazából egy ilyen precízebb módon megközelítve ezt, azt mondjuk, hogy na, és most ez a projekt a második évében tart, most, hogy mondjak egy konkrétumot, és az a terv, hogy lesz egy kritikai kiadás digitális és papír alapon, hogy 2025-26-ra meg fog jelenni, szerintem 25-re biztos nem, de 26-ra Mohács évforduló lesz, hogy akkor megjelenik, meg egy új fordítást készítünk, vagy egy felfrissített fordítást, nagyon alapos jegyzetapparátussal, és akkor közreadunk egy ilyen alapszöveget a kutatócsoporti keretében. Nyilván nem az, hogy minden kutatócsoport, tehát minden egyes projekten részt vesz, hanem hogy ez például egy fontos vállalkozásunk, ez a rész a dolognak. És lehet azt mondani, hogy ha ezeket a szerzőket, az ő műveiket jobban megértjük, jobban kiaknázzuk, pláne azokét, akik mondjuk elfeledett szerzők, akkor magának a korszaknak a történetéről alkotott képünket, ami hát valljuk be elég sokféle, mert a 16. századdal rengetegen foglalkoztak, akkor ezt is árnyalhatjuk még inkább. Tehát a szerzők kutatásának nem csak az a lényeg, hogy az adott szerzőt megismerjük, hanem tágabb értelemben az egész korszakot tudjuk árnyalni az ő szemszögük, nézőpontjukat bevonva. Ez a jó. Tehát azt szoktam kérdezni, és ez jó, nem ezt kérdezi, hogyha most a Brutus kapcsoljuk, a 2000 oldal, hogy van-e olyan adat, amit majd csak a Brutusból tudunk? Szerintem nincs. Tehát, hogy nem borstuk a 2000 oldal szöveget még. Tehát ez nem emésztettük, meg nem dolgoztuk föl, tehát ez egy folyamat. Dolgozunk rajta. De hogy nem valószínű, hogy olyan derülne ki a Brutusból, vagy akármelyikből. Én amikor a Láziuszt csináltam, vagy még csinálom, aki nem volt ki, vagy nem volt benne a véráramban a Láziusz, mert elfeledett, kézzelben maradt szerző volt, akkor nem az a kérdés, hogy van-e olyan mikroadatok persze, hogy előjöhetnek. De nagy fordulatokat ez nem fog hozni a köztörténetnek a szintje, vagy a politika történet. De nem is az a lényeg. Az a lényeg valójában, hogy ezek a szövegek, ezek igazából tükrözik azt a mentalitást, azt a gondolkodásmódot, hogy ők látni vagy láttatni akarták a saját nézőpontjuk szerint az eseményeket. Tehát az lesz az állatizgalmas, hogy ezeket így egybe lehet, egymás mellé lehet olvasni, hogy ebben az elképesztően nagy ellentéteket hozó időszakban, tehát itt széthullik az ország, óvatatlanul egy bűnbakkeresés, óvatatlanul elindul. Tehát a magyarországi történetnek egy hatalmas töréspontja azért ez a három részre oszlásnak, ez a másfél évszázada. És mindaz, ami ezzel aztán együtt jár, a háborús pusztítások, stb. Ráadásul nyilván ráeresztődik egy vallási megosztottság, hiszen ez ugye a reformációnak a korszaka. Tehát az ez még ezt színezi ezt a dolgot, hogy akkor ki a katolikus, ki a nem katolikus. Szóval, hogy az, hogy hogyan fogunk, ebben biztos, hogy tisztában fogunk látni, vagy legalábbis árnyaltabban, ezt nagyon is remélhetjük. Tehát, hogy a Láziusz, akinek az akadémiai doktorimat írtam a Láziuszból, ő nem egy precíz történetíró. Tehát a Láziusz kifejezetten, ő hajlamos arra, hogy hajlítsa az igazságot, hogyha úgy tetszik, az ő koncepciójához.
Tehát nem mondanám egy megbízható fazonnak. De azt viszont igenis gondolom, hogy az nagyon markáns, hogy itt van egy bécsi figura, Habsburg Ferdinánd udvari történetírója, akinek van egy víziója arról, hogy hogyan néz ki szerinte például a Habsburg monarchia, hogy ott mik a súlypontok, mik azok az események, ami igazán fontosak. És az szerintem egy nagyon, nagyon jó alapállás, hogyha ha képesek vagyunk olyan forrásokat is megnézni, amik a mi történelmünket egy kicsit kívülről nézik. Tehát azt már nagyon tudjuk, hogy mit mondanak, mondjuk, mit mondunk mi magunkról. De mi van, hogy ezt egy másik szemszögből nézzük? Tehát, hogy a holdkötő társadalom mondja a Keating, hogy nagyon biztosak vagyunk, álljanak fel az asztalra, és nézzük meg egy másik szemszögből. Tehát ha fogunk egy Habsburg udvari történetet, akkor az, mint az asztalra felek, és egy másik szemszögből nézni meg, hogy nem az igazságot kell feltétlenül keresni, neki van igaza. Hanem mi az a szempont, amit alapján másképpen értékelődik egy eseménysor. Ez szinte nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Időnknek sajnos lassan a végére érünk, de egy örök záró kérdésnek mindig föl lehet azt tenni, hogy van-e a témának ma aktualitása. Tehát egy ma élő embernek érdemes-e akár, hogy valamilyen művet, ami már mondjuk ki van adva, kezébe venni a 16-17. Századi történetírók tollából. Hogy ez egy ma is élő téma? Az élő téma, mert hogy a sok mindent lehet mondani, egyet mondok, Pisztán a műsorodőn vége felé járunk, és még az ő neve nem hangzott el eddig, bár nagyon fontos, itt van a Bethlen Farkas esete. A Bethlen Farkas egy erdélyi történetíró, a 17. század végén ír a Bethlen. Jelentőség azért elképesztően fontos, mert egy ilyen szintézist ír. Tehát megírja 6 monumentális kötetben, úgy adják ki, a 18. században kerülés kiadásra, erdélyi történetét 1526-tól tulajdonképpen 1609-ig. Nem tudjuk, hogy akart-e folytatást írni, meghalt 40 éves korában. Nekünk ugye az nem is tűnik föl, hogy 1526, de ő az első, aki ezt választja korszakhatárnak. Tehát senki más nem kezdi addig a magyar történet 26-tal. Szóval azért, na ez nagyon markáns fordulat. Hogy az Erdélyből nézve az az igazi fordulat, nem a Mátyás halál. Hogyan születik meg Erdély? 26 az egy genezis. Tehát ez nagyon koncepciós történeti lovetlen ilyen szempontból. De egy kompilátor, tehát ő a korábbi szerzők kéziratban maradt szövegéből dolgozza át, de akkor is hozzáférhetővé teszi. És ez egy hatalmas vállalkozás most már 20 éve, hogy a Bethlent le kell folytatni magyarra. És ebből megjelent 7 kötet, és hogy ez azt jelenti, hogy igazából majd az összes megvan. Rosszul mondom, 6 kötet jelent meg, és 7. fog megjelenni, hogyha a sikerül befejeznem. És ez az utolsó kötete a Bethlen latin kiadásnak, ami még lefolytásra vár, ez a bocskai szabadságharc története gyakorlatilag, 1604-1609, tehát a bocskai szabadságharc meg pár utózmány, és most az a szerencsém van, hogy én a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjnek a birtokában fordítom ezt a kötetet, tehát hogy most ez egy 3-es projekt, és hogy most ebben benne vagyok, úgyhogy ez is 2026-ra kell, hogy elkészüljön. A Krupa Tamás fogja minden valószínűleg szerintem jegyzetelni, aki eddig is a több kötetet már jegyzetelt, és a korszak kiváló ismerője. És hogy hát ugye ez egy 540 oldalas latin szöveg, és akkor nyilván az ember kezdi előről, az elején, de aztán jött egy olyan input nekem is, hogy volt a Duna TV-ben most ez a Tünérkert című sorozat, 8 részben, ami a Bátori Gábornak az uralmát a Móricz regény nyomán dolgozza föl. És akkor én kíváncsi lettem arra, hogy most mit tud a... Tudtam, hogy a Bethlennek a vége, a 16. könyv az erről fog szólni, úgyhogy vettem egy előtt, és mondtam, akkor átlapozom, és akkor nézem, ez nem krimi, tehát én kezdhetem a végén is, és lefolytottam a 16. könyvet, ami egy ilyen, azért tényleg rövid, tehát egy 30 oldal, az egy nagyon rövid nyúlfaknyi rész, és akkor az most meg is fog jelenni, amikor decemberben a tanszékünknek van egy ilyen folyóirata, és ott, mint fordítás, mutatványként is megjelenik. Tehát szerintem az az érdekesebben, hogy most van egy olyan, vagy egy popkulturális pillanat, hogy a Móricz Zsigmondnak a 20. század én meg itt Erdély nagy regényéből, egy részéből születik egy film. Lehet ezzel vitatkozni, hogy jó ez a film, mert nem volt nekem, miként sok mindenben tetszett, voltak, amik kevésbé látta, de hogy születik egy film, és egy jó, tehát hogy igazából nézhető, élvezhető, meg a mi történelmünkről szól.
És hogyha az emberben ez ilyen, akkor mindig felszokta, vagy hát szerintem, vagy én ilyen típus vagyok, de lehet, hogy nem mindenki ilyen persze, hogy akkor tényleg mi ebből az igaz? És hát nyúlhatunk monográfiákhoz, feldolgozásokhoz, de hogyha tudunk nyúlni olyan szövegekhez, amik alapján már a Móricz is, meg a feldolgozások születtek, azt szerintem jó. És ez a fordításnak az igazi feladata, ez a mi feladatunk kultúrközvetítőként, a tudás transfer szempontjából, hogy ezeket a szövegeket, ez esetben a Betlent, ez esetben kicsit akkor az MMA révén is, ezeket közzé tegyük és közel vigyük az olvasókhoz, meg a közönséghez, meg az interjúkkal akkor a hallgatókhoz. Az elmúlt egy órában a 16-10. Századi Magyarország humanista történetírásáról beszélgettünk Kaszab Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem klasszika, filológia és neolatin tanszék, tanszékvezető egyetemi docensével, az OSK Kulcsár Péter historiográfiai kutatócsoport vezetőjével, filológussal. Ezúton is köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen!